Szép reggelt kívánok mindenkinek! Sarnyai Leona vagyok, a ma reggeli Szinergia Online Fórum vendége, Köves Zsuzsanna, hogy ő most itt lehet velünk, azt Király Lúcia, nagyváradi munkatársunknak köszönjük. Köszönjük szépen, Lúcia, hogy segítségeddel egy ilyen fantasztikus 45 percet tudtunk létrehozni. És Zsuzsannáról tudni kell, hogy kineziológus oktató, és tanfolyamokat tart, kineziológiával foglalkozik, de hogy pontosan mi mindennel és mivel foglalkozó Zsuzsanna, kérlek szépen mutatkozzál be nekünk. Nagyon szépen köszönöm, én is köszöntök nagy szeretettel mindenkit. Hú, én nagyon öreg vagyok, mint az országút, de a lelkem az nagyon fiatal, de a testem elmúlt 62 évéről beszélnék nektek egy nagyon keveset. Én népművelő voltam, művelődési házigazgató, amatőr színházat csináltam fiatal koromban, és mindent azt gondolom, hogy nagyon nagy sikerrel, hiszen beleraktam a lelkemet, és mindent, amit szeretünk, ahhoz évekkel. Aztán az élet úgy hozta a rendszerváltás után, hogy megszüntették a művelődési házat, ahol igazgató voltam, és akkor elkezdtem tanítani, mert magyar szakos tanár a másik diplomám. De a rendszerváltás miatt a létszám leépítésekkel az jött, hogy mindig kidobtak abból az iskolából, ahol én tanítottam, hiszen nekem csak egy szakos tanári diplomám volt. Szóval mentem iskoláról iskolára, és egyszer csak találkoztam egy előadáson a kineziológiával, és én azt gondoltam, hogy ezzel segíteni tudok az embereknek, segíteni tudok a tanítványaimnak, segíteni tudok mindenkinek, és ilyen japán express vonati sebességgel elkezdtem tanulni a kineziológia több ágát természetesen egyszerre, hiszen én egy türelmetlen ember voltam, ma már sokkal kevésbé, de mondjuk azt, hogy itt vagyok. Tehát ez 1994-re datálódik ez a történet. Azt kell még rólam tudni, hogy két lábon kihordott infarktus, egy daganatos műtét után gyakorlatilag folyamatosan halni készültem. Három saját gyereket és két nevelt gyereket neveltem, tehát öt gyereket neveltem, és folyamatosan halni készültem, mert ez az egész úgy nekem nem igazán jött be, ami velem történt. És a kineziológia néhány hónapos tanulása után egyszer csak megszületett bennem a változás. Az a változás, hogy megnyugodtam, azóta nem volt szív problémám, és elkezdtem magamra figyelni. És rájöttem arra, hogy alapvetően az, hogy én segíteni tudok másokon, az most egy másodlagos dolog. A legfontosabb az, hogy magamon tudok segíteni, és magamon tudtam segíteni. És alapvetően én azóta tanulok folyamatosan, tanulok az életből, tanulok a hallgatóimból, tanulok az ügyfeleimből, és hát folyamatosan képzem és tovább képzem magam. Hát, ennyit magamról. Na, még egy mondat. Alapvetően aztán közben elváltam, és két unokám is van most már, úgyhogy boldog nagymamasságot élek meg. És a gyerekeim is egy nagyon szép pályát futnak be, hiszen az én másképp élésem, másképp gondolkozásom meghozta azt, hogy ők is másképp állnak az élethez, és másképp gondolkoznak, és ez borzasztóan fontos. A férjem nem tartott velem, nem fogta a kezem ezen az úton, ő jól érezte magát ott, ahol volt, és a jelen pillanatban is van, de én nagyon hálás vagyok neki mindenért, azért a 16 évért, amit együtt töltöttünk, mert hogy az, hogy én itt vagyok, nélküle nem jöhetett volna létre. Tehát ennyit rólam, és akkor nagyon röviden a kineziológiáról. Gyakorlatilag a kineziológia, kinézis, mozgás és logosz tudomány szó összetételéből keletkezett, mozgástudományt jelent. Ha elkezdtek ezen gondolkozni, ez nem aerobik, nem futás, nem gimnasztika, hanem arról szól, hogy a fogantatásunk pillanata az már egy mozgássor eredménye, és a halálunk egy mozgássor vége.
És ami a kettő között van, az mozgások sorozata. Mert a lélegzetvétel is egy mozgás, a szívdobogás is egy mozgás, minden, ami velünk az életben történik, az mozgás. És a kineziológia ezt a mozgássort, magát az életet, azt az életet, amit élünk, segíti, hogy sikeresebb, boldogabb, egészségesebb, energikusabb legyen. Na ennyi! Köszönjük szépen neked, Zsuzsanna, és szívből gratulálok, hogy ez neked mind-mind így sikerült. Öröm rád nézni, tehát én ehhez csak gratulálni tudok, és biztos a kedves nézők is, és köszönöm neked, hogy a kineziológiára így rámutattam még csak néhány mondatba, és utána rátérünk a témára, amit hoztál nekünk, az is fantasztikus. Egy picit a kineziológiáról még beszélj, hogy ez tulajdonképpen egy tudomány, mert annyi minden lehetőség van már, ugye, hogy az ember elindulhasson egy jobb irányba, tehát sokféle módszer, mondjuk így, de azért a kineziológia önmagában egy nagyon komoly lehetőség és módszer azoknak, akik valóban változtatni szeretnének, vagy akarnak az életükön, mert a kineziológia tudomány. Jól tudom, Zsuzsanna, még egy picit, néhány mondatba erősíts már meg, és beszélj a kineziológiáról. Rendben, köszönöm szépen. Igen, a kineziológia 1963-ra datálódik gyakorlatilag Amerikában. Egy George Goodhart nevezetű kiropraktor, magyarul csontkovács az, aki tulajdonképpen létrehozta az alapkineziológiai ágat, ami arról, az a neve, hogy alkalmazott kineziológia. Ez egy mérhetetlenül bonyolult rendszer, és inkább a orvosi munkához közelített, mint a mai értelembe vett természetgyógyászathoz. Volt egy kollégája, akit úgy hívtak, hogy Dr. John F. C., ő is kiropraktor volt, és azt mondta, hogy zseniális a módszer. Alapvetően igazából ezt mindenki számára elérhetővé kellene tenni azért, hogy mindenki a saját gyógyítója legyen, hogy mindenki kézbe tudja tartani az egészségét, és azt álmodta meg, hogy minden családban legyen egy kineziológus, és akkor nem lesz szükség orvosokra, gyógyításra. Tehát az alkalmazott kineziológiát leegyszerűsítette, és tulajdonképpen azt mondjuk, hogy minden kineziológiai ág alapja, ez a módszer, amit Dr. John F. C. kidolgozott, amit úgy hívnak, hogy Touch for Health, gyógyító érintés. Igazából ez a kínai hagyományos gyógyításból is vett át egy csomó technikát, és alapvetően egy mérhetetlenül egyszerű energetizáló rendszer, ami folyamatosan a test energiáit építi, a blokkokat szünteti meg. Tehát alapvetően miután az energiánkat, az energiaszintünket folyamatosan karbantartjuk, így nem tudunk megbetegedni. Hiszen ha folyamatosan karbantartjuk, ha folyamatosan dolgozunk magunkon, akkor egészségesek maradunk. Néhány ágról nagyon röviden, a legismertebb ágak tehát a Touch for Health, ami alap is 1973 az indítás éve. De beszélhetünk az edukineziológiáról. Dr. Paul Denison és Gail Denison amerikai házaspár hozta létre. Ennek az ismertebb neve, az alapmódszerének a neve a Brain Gym, avagy az agytorna. Igazából ez egy képességfejlesztő rendszer, ami arról szól, hogy a tanulási blokkok, amik az agyunkban jönnek létre, azokat felszabadítsuk, és képesek legyenek a gyerekek elsősorban, de a felnőttek is a saját képességei kibontakoztatására. Aztán beszélhetünk a 3-in-1 koncepcióról, 3 az 1-ben koncepció, One Brain módszeréről. Gordon Stokes, Daniel Vatsize és Candice Calloway a nagy hármas, 3 az 1-ben, akik ezt a módszert a 80-as évek elején kidolgozták. Alapvetően itt érzelmekről beszélünk. Azokról az érzelmekről, amik blokkolnak minket a mindennapi életben, amik nem engedik, hogy tovább lépjünk, hiszen ott a tudatalattinkban erősen fognak minket.
ezek az érzelmek azok, amikre vissza tudunk nyúlni, és meg tudjuk nézni, hogy honnan erednek. Igazából abban a pillanatban, amikor tudjuk az eredést, tudjuk az eredésnek az okát, abban a pillanatban tudatosítjuk, és ha már valaminek a tudatában vagyunk, akkor fogunk tudni változtatni. Tehát a Van Breen az érzelmekkel foglalkozik. De van a stress release, dr. Wayne Topping a kidolgozója, ő ma is él és kutat folyamatosan, egy nagyszerű kollégám. Ő a wellness kineziológia, jó közérzet kineziológiájának brain gym módszerét. Bocsánat, hülyeséget beszélek. Tehát a wellness kineziológia stress release, egyszerű stressz lebontás módszerét dolgozta ki. Igazából azt gondolom, hogy a csúcs, ami számomra a legfontosabb, az az, hogy azok a korlátozó hitrendszerek, azok a korlátozó gondolatok, amik betészkelték magunkat az agyunkba, ha azokat átprogramozzuk, akkor ugye a Van Breen azt mondjuk, hogy az érzelmi gát, a stress release-zel pedig az a hitrendszeri gát törődik át, ami gátat szab annak, hogy mi boldogabb életet éljünk. Hogy ezt pontosabban értsétek, kedvenc példám, amit a hallgatóimnak szoktam mondani, hogyha az a mondatom, hogy az apámnál jobban engem senki nem szeret, akkor folyamatosan olyan pasit fogok magamnak keresni, mint az apám, azt a szeretetet fogom várni, amit az apámtól kaptam, de hát azt soha senkitől nem kaphatom meg, tehát alapvetően ez gátol engem, mondjuk a párkapcsolatomban lévő boldogságban, tehát értsétek így. A világon egyébként most már 40 körüli a kineziológiai ágak száma, és ez folyamatosan fejlődik, folyamatosan újabb és újabb ágak jönnek létre. Az egyik legutolsó ág, ami szerintem forradalmasítja a kineziológiát, az a LEAP. Ez a tanulást segítő, haladó, illetve akupunktúrás módszer. Dr. Charles Krebs, ausztrál kollégám dolgozta ki. Alapvetően belemászik az agyba, kőkeményen, az agyban csinál rendet. Igazából az akupunktúrát felhasználva gyakorlatilag nem csak az agyféltekék vagy a nagy agyterületek összehangolását végzi, hanem a szinapszisokon lévő blokkot, a hormonokon, a gátló, a serkentő anyagokon, tehát félelmetes, amit Charles csinál. Alapvetően most fordítjuk Charles könyvét, és körülbelül egy év múlva magyarul is meg fog jelenni, most jelent meg körülbelül egy hónapja, szenzációs, amiket Charles ír, ő a mai napig kutat és dolgozik. Köszönjük szépen, Zsuzsanna. Még csak egy mondatot. Igen. Mindenki számára megtanulható a kineziológia? Igen. Alapvetően én azt gondolom, hogy a kineziológia tanulásának, tehát az alaptanulásának az ízvilágon semmi akadálya nincs. Mindenki, aki segíteni szeretne magán, aki segíteni szeretne a szorosabb környezetén, vagy netán, szakmaként szeretné művelni, tanulható. Természetesen az országok törvényeit figyelembe kell venni. Magyarországon van egy természetgyógyász törvény, ami például szabályozza a kineziológusok működését. Én a szakértője vagyok Magyarországon a kineziológusoknak, és vizsgáztatom is őket államilag hitelesített szakvizsgán. Köszönjük szépen, Zsuzsanna! Ha a nézőknek bármi további kérdése van Zsuzsannához, nyugodtan lehet a cseten kérdezni tőle, nyugodtan, meg majd az adás végén egy kicsit Zsuzsanna beszél nekünk arról, hogy hogyan is lehet őt megtalálni, de most vágjunk bele a témába, Zsuzsanna. Egy nagyon érdekes témát hoztál nekünk, mégpedig azt, hogy a nő és férfi mindörökké együtt. Mindenki tudja. Ez nem is annyira érdekes. Igazából én azt gondolom, hogy csak nem gondolunk a mélyére, nem gondolunk a lényegre. Nagyon pontosan tudjuk azt, hogy az utódnemzés gyakorlatilag csak egy nő és egy férfi kapcsolatából jöhet létre. És ha
ez a nő és a férfi nincs együtt, örökön-örökké, akkor kihal egy idő után az emberi faj, hiszen hiába próbálunk mi spermabankokat létrehozni és kiküszöbölni a pasikat az életünkből, mint egy szükséges rosszat, igazából a sperma is csak a férfiak közreműködésével jön létre. Tehát menjünk egy kicsit más irányba. Mit jelent férfinek lenni, és mit jelent nőnek lenni? A kínaiak azt mondják, hogy a férfi a yang energia, a nő a yin energia. A férfi a nap, aki beragyogja az eget. A nő a hold, aki az éjszakában világít. Alapvetően milyen energiákat jelent a napenergia? Milyen energiákat képviselnek a pasik, és milyen energiákat képviselnek a nők, mint a holdnak az energiája? Mit csinál a férfi? A férfi az a külvilágban él, a külvilágban harcol, és a külvilágban vívja a saját csatáját. Tanfolyamokon azt a példát szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy volt az ősember, aki fogta magát, elment, mert le kellett keresnie a kardfogú tigrist. Mert ha nem vadászta le, akkor éhen halt a horda. Tehát elment, egyedül, nem beszélt, nem figyelt semmi másra, csak arra a pozícióra, ami neki a létező legjobb volt ahhoz, hogy ő levadásza a kardfogú tigrist. Csöndbe volt, semmi másra nem figyelt, csak a céljára. Aztán csendbe várta a kardfogú tigrist egy olyan pozícióba, ahol feltehetően nem ő teszi meg, hanem ő fogja levadászni. Jött a kardfogú tigris, harcolt, wow, harc van, hurrá, legyőzte, diadalittasan hazavitte a hordához, és a nők körbe dobták, meg megérkezett a nagy harcos, aki levadászta nekik a kardfogú tigrist, és nem haltak tovább éhen. Aztán ugyanez a pasi összefogott a többi harcos ősemberrel, és elkezdték védeni a hordát, hogy a másik horda el ne vegye tőlük a kardfogú tigrist, hanem az ő asszonyaik tudják ezt mind megenni, meg az ő gyerekek. Tehát miről szól a pasi? A pasi az csöndbe van. Hallgat, célorientált, harcol, véd. Gondoljuk ezt végig. És mindezt kint, nem a hordán belül, kint a külvilágban. Nézzük meg a nőt. Mit csináltak a nők? A nők ott voltak a hordába, sokan, ugye? És hát, ha nem beszéltek, ha nem járt a szájuk, nem osztották meg egymás közt a feladatokat, akkor baj volt, mert volt, akinek a ős nagymamára kellett vigyázni, volt, akinek a gyerekekre, volt, akinek a tüzet kellett éleszteni, volt, aki a gyönyörű bőrből készült ruhákat ott varta, vagy faragta a kanalat. Bármi, tehát alapvetően a nőnek minden teendője ott volt a hordán belül, össze kellett fogni, csacsogni kellett, és alapvetően szépé tenni magukat ahhoz, kívánatossá tenni magukat ahhoz, hogy alapvetően, ha hazajött az ősember a vadászásból, akkor őt kívánja meg, neki akarjon gyereket csinálni, és ne a másik ősasszonynak. Húha, alapvetően, miről szólt megint a történet? A férfi, aki adja a kardfogú tigrist, a nő, aki mindent elkövet azért, hogy be tudja fogadni azt a férfit, aki őt fogja választani. És akkor menjünk egy kicsit tovább. Azt mondtuk, hogy a férfi hallgat. Ugye, a férfi nem beszél, a férfi lát. Tehát alapvetően az ősasszonyoknak ki kellett magukat
kellemessé, kívánatossá kellett magukat tenni azért, hogy az ősember alapvetően őket válassza, mert az ősember az látott. Mit csinál a nő? Alapvetően a nő meghal. A nőnek az kell, hogy csacsogjanak a fülébe, mondjuk azt, hogy szeretlek, drágám. De ha a férjemnek azt mondom, hogy édesem, mondd már nekem végre egyszer, hogy szeretsz, akkor mit mond a férj? Tudod, azért vettelek feleségül. Tehát alapvetően, ha elkezdjük boncolgatni ezt a történetet, a férfi másból van, mint a nő. Ha ezt a két felet összerakjuk, a lint és a lángot, akkor lesz belőle egy egész. De mi mit akarunk? Hú-hú! Mit akarunk, hölgyeim? Az, hogy a pasi legyen olyan, mint mi. Milyen legyen? Mondjon szépeket! Tartson el minket, most ezt tegyük macskakörömbe, mert nem minden nőnek ez a vágyálma. Adjon nekünk biztonságot, mert nekünk nőknek biztonságra van szükségünk. Tudjak rá fölnézni? Wow! Legyen pasi! Legyen pasi! Ugye? Legyen pasi! Beszéljen! Fejezze ki az érzelmeit! Fogja a kezem tévénézés közben, és különben is azt csináljon, amit én akarok. Igen. Innentől kezdve gyakorlatilag mit akarunk mi? Egy másik nőt. Kombinálva azzal a macsó férfival, aki ezt soha nem fogja nekünk megtenni. Hiszen a nő az mindig a domináns hímet keresi. Azért keresi a domináns hímet, mert a gyerekének olyan apát szeretne, hogy ha fiú gyereke lesz, akkor ő is egy domináns hím legyen. Tudjátok-e, lányok, hogy amikor fogantatás történik, akkor a petesejt választ. Ez is egy érdekes történet. Ül a petesejt, és nézelődik ki a kis lukon, és jönnek a spermák, jönnek, több millió sperma ott toporog a petesejt kapujába, és akkor a petesejt körülnéz, majd kiválaszt egyet, mondja, hogy na te gyere édesem, és azt fogja beengedni. Tehát alapvetően, amikor mi azt gondoljuk, hogy minden úgy történik, ahogy a pasi szeretné, akkor tévedés van. A nő a nyak, férfi meg a fej. És alapvetően az ügyes és okos nő az átadja a vezetést a férfinek úgy, hogy közben az a feje úgy gondolja, hogy az én nyakam vitája. Fiúk, ugye nem vagytok itt. Tehát alapvetően a nő választ, és a nő azt a hímet fogja választani, akitől az utód nemzést el tudja képzelni. De milyen elvárásai vannak, hogy olyan legyek, mint én, holott mi teljesen különbözőek vagyunk. És akkor menjünk át a másik oldalra, most dicsérem egy kicsit a pasikat is, hogyha itt vannak, akkor ne essenek teljesen kétségbe. Alapvetően a pasi csöndbe akar lenni. Nyugalmat szeretne a harc után. Kint az élet, az otthonon kívüli élet, az neki egy harc. Ez a mindennapi küzdelme. A munkahelyén, a főnökével, a kollégájával, minden. Hazamegy, békét szeretni, csöndet, feltöltődést. És ahelyett mi mit csinálunk? Mi volt a munkahelyedem? Miért nem mondod? Miért nem beszélsz? Miért ülsz a számítógép elé? Miért ezt csinálod? Miért nem ezt csinálod? Én itt egész nap. És a férj elmenekül a saját barlangjába, a garázsba, horgászni, bélyeget gyűjteni, bármit számítógépezni, ahol csönd van és béke van. Pasiknak szüksége van arra, hogy csöndbe lehessenek,
hogy feltöltődjenek, és ha ezt megkapják, akkor ezért baromra hálásak tudjuk lenni. Tehát, férfi, mit szeretne? Csöndet és békét. Miután ő nem beszél, ha nem lát, szeret kellemes környezetben lenni, egy kellemes hölgy társaságában. És akkor van még egy rossz hírem, készüljetek fel. A férfiak az ösztönlények, a nők a tudatosak. A népi mondás azt mondja, hogy a férfi megy a farka után, így van, de nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy a férfi az ösztönösen olyan nőt fog választani, akivel ő úgy érzi, hogy le tudja élni az életét. Ösztönösen, nem tudatosan, ösztönösen. A férfi ösztönösen mindig úgy létezik, olyat csinál, olyat cselekszik, ami neki a jó. Ösztönösen, nem tudatosan. Mert az ő zsigereibe be van kódolva az, hogy én jól akarom magam érezni. És sorry, hogyha a feleségem nem teszi azt, hogy én jól érezzem magam, akkor fogok keresni magamnak valaki mást. Holott szeretem a feleségemet, hiszen alapvetően XY dologban jó, Z-ben nem, tehát keresek valakit, aki majd azt a Z-t pótolja, és így lesz kerek az életem. Ösztönösen, nem tudatosan. Mit csinálunk mi nők? Azt mondjuk, hogy el akarok szabadulni otthonról, mert az anyám apám elviselhetetlen. Jön az első áldozat, akire én úgy gondolom, hogy hajlamos engem feleségül venni, és tudatosan hozzámegyek. Mert azt mondom, tudatosan, hogy ez a pasi fog engem a családomtól megmenteni. Lehet, hogy ezt nem gondolod így végig, de ez a műsor játszódik le a fejembe. Vagy azt mondom, hogy ez a pasi az, akitől én gyereket akarok. Ez a pasi, tudatosan gondolom, ugyan egy kicsit iszik volt, nem probléma, majd én jól leszoktatom. Ő, mit csinálunk? Tudatosan választunk, hogy mindenki gondoljon a sajátjára. Tehát tudatosan választunk valaki, tudatosan lépünk bele egy kapcsolatba, abszolút tudatosan, csak azt nem veszünk figyelembe, hogy a másik egy szuverén ember, egy szuverén, saját akarattal és saját hatalommal, és ha az a szuverén ember alkoholista, most ebben nem menjünk bele, hogy ennek mi az oka, és mik ennek a következményei, illetve miről szól itt a múlt, akkor fog tudni változni, ha ő ezen változtatni akar. De ha nem akar, nem fog menni. Nem fog menni. Tehát alapvetően most csúnyán fogok fogalmazni, mi nők tudatosan választjuk a szar életünket. A férfiak meg ösztönösen választják a viszonylag elfogadható kellemes életüket. Mert ők ösztönlények, mi pedig tudatosan választjuk azt, hogy szenvedjünk. Vajon miért? Nagyon nagy a kérdés. Azt gondolom, hogy ez egy másik előadás témája lehet, tehát ebben mélyen én most nem mondok. Lényeg az, hogy alapvetően az, hogy mi hanyadikak vagyunk a gyerekek születési sorában, hogy milyen nemű testvérek előztek meg minket, ezek befolyásolják azt, hogy mi milyen életet választunk magunknak tudatosan. És akkor menjünk tovább, nő és férfi. Alapvetően Magyarországon iszonyúan megnövekedett a vállások száma, iszonyúan megnövekedett a szinglik száma, tehát az egyedül élő nők száma. Gyakorlatilag miért? Egyszerűen arról szól a történet, hogy nem vagyunk hajlandóak figyelembe venni a másságot. Nem csak a nő és férfi viszonyban,
a másság. Legyen ez vallás, bőrszín, diploma, bármi. Holott a nő és a férfi attól tud kéz a kézben együtt haladni a világban, mert mások. Mert más funkciójuk van, más képességeik vannak, és együtt tudják tulajdonképpen ezt a rendszert, azt az egységet megélni, ami van. De ahhoz, hogy egységbe legyenek, ahhoz a nőnek is egységben kell lenni önmagába, és a férfinek is önmagába. Mert két teljesen egységben lévő, szuverén ember képes összekapcsolódni, és egy teljes egységet megélni. Azt gondolom, hogy ez hiányzik. Zsuzsanna, köszönjük. Azt tudnám mondani még csak, hogy beszélj még, beszélj még. Na figyelj, itt elkezdek beszélni, és akkor 3 napig folyamatosan vigyázz. Én szerintem mindenképpen, ha többször nem is tudsz már, de én úgy érzem, hogy még egyszer el kell, hogy gyere majd hozzánk, és beszélj nekünk, mert valahol azt mondom, Zsuzsanna, hogy igen, ezt már olvastam, tanultam, hallottam róla, de így, ahogy te rámutattál, ilyen egyszerűen, én még, pedig én is kolléganők vagyunk, tehát pedagógiát végeztem, tehát szélesebb körbe olvastam már dolgokról, de ilyen előadást még konkrétan. Tehát már körbe boncolgattuk, igen, a nézők is jelzik, hogy szuper, közbe boncolgattuk már itt vendégekkel, hogy mi lehet az oka ennek a kegyetlen sok válásnak. Tehát egyszerűen férfinő nem tud egymással meglenni, tehát brutálisan is körbejártuk, és itt az alap, tehát amiről te beszéltél, a legfontosabb ez az alap, és ezeket nem veszük figyelembe. Alapvetően én azt gondolom egyébként, mert hogy ez az elmúlt 20 év tanulása és az elmúlt 20 év tapasztalata, amit én összegyűjtöttem magamba, én azt gondolom, hogy ha valaki elkötelezi magát, az egy élethosszig tartó tanulás. Én nagyon remélem, hogy lesz erőm és energiám addig tanulni, amíg a szemem le nem csukom. De ez azt jelenti, hogy az életből is tanulni kell, a velem való történésekből. Ez a kauzális összefüggés, az okokozati összefüggés, hogy miért ez történik velem. Természetesen ezt vannak emberek, akik túlzásban viszik, tehát a kis ujjam hegye megfájdul, akkor 3 napig azon gondolkozom, hogy vajon ez mit üzen nekem, nem erről beszélek, hanem azokról az üzenetekről, amik történnek velünk, akár az álmunkban, akár az évedben. Tehát nekem van egy professzionális iskolám Magyarországon, ami 4 éves, tehát kőkeményen, nagyon-nagyon magas óra számba tanulnak a hallgatók, nem csak kineziológiát, hanem pszichológiát is, mert hallatlanul fontos az, hogyha valaki terapeuta akar lenni, vagy facilitátor, segítő, gyakorlatilag az képes legyen egy másképp gondolkozásra. Na most lehet, vannak hallgatóim, akik a kineziológiát tényleg csak önmagukért tanulják. De ezt meg is kell érteni. Ha megértem, a következő lépés, hogy magamévá teszem. Mm-hmm. Nagyon sokan vannak, akik ez az aha élmény, hogy igen, tényleg, na hát, így van! A barátnőimnek el fogom mondani, és igét hirdetek a baráti körbe, és mindenütt, csak éppen nem élem meg. Mm-hmm. Nem élem meg, mert nem tettem magamévá. Akkor működnek ezek a dolgok, nem csak akkor, ha megértem és elfogadom, hogy ez így működik, hanem úgy is élek, úgy is teszek, úgy csinálok. Tehát úgy élek, ahogy gondolkozom. Én úgy élek, ahogy tanítom, legalábbis nagyon igyekszem úgy élni, ahogy tanítom,
És nagy tanulás az nekem, hogyha egyszer bekattam valami, és azt mondom, hogy a rohadt életben ezen még dolgozni kell, mert ez mégse olyan hatékony, ahogy én ezt valamikor is elgondoltam. Tehát ezekről nagyon szívesen beszélek, meg a kineziológiáról is. Én 5 ágát tanítom a kineziológiának, tehát és mindegyiket, illetve 4 ágát elég magas, tehát mondjuk azt, hogy haladó szinten Magyarországon több ágának ez volt most itt az ego helye, tehát alapvetően Magyarországon több ágának vagyok a nemzetközi szövetségek által megbízott felelőse, a Brain Gym, tehát az Edukál Fakultásnak a nemzetközi vezetőségében benne vagyok. Tehát alapvetően én járom a világot, rengeteg konferenciára hívnak. Múlt nyáron volt életem nagy megtiszteltetése a Touch for Health 40. születésnapi konferenciájára Amerikába meghívtak előadást tartani, és én azt gondolom, hogy ez volt a pályám csúcsa, hogy megtiszteltek azzal, hogy azon kevesek közé tartoztam, akikre úgy gondolták, hogy számítanak a jövőben is, és számítanak azért is, mert egy olyan utánpótlást nevelek, akikre majd lehet számítani. Tehát tanulni lehet, nem csak Magyarországon. Most éppen Bukaresttel van egy tárgyalásom, szeretnénk, ha oda mennénk, de Moszkvába, tehát ott meg pár más orosz városban már 2 éve járok tanítani, tehát nagyon szívesen megyek bárhova. Zsuzsanna, és a te képzésed, tanításod, ez csak személyesen történhet meg, mert azt hiszem, tudod, hogy csak személyesen, tehát így nem tudod. Tanfolyamot nem, előadást, beszélgetést bárhol online formában meg lehet tenni, de magát, a kineziológiát, vannak, akik próbálkoznak online formában, de nem ér semmi. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan gyakorlati tudás, amihez kell a személyes találkozás, a személyes kapcsolat. Még egy picit arról beszél, hogy mennyi ideig, de mielőtt az egyik kedves nézőm kérdését válaszol már meg, mielőtt én tenném neked, hogy miért pont a kineziológiát válasszuk, ha segítséget keresünk magunknak, hisz annyi más módszer van még. Én azt szoktam mondani, hogy mindenki azt választ, ami neki a legszimpatikusabb. Nem kötelező a kineziológiát választani. Én azért választottam a kineziológiát, mert azt gondolom, hogy testi, lelki, szellemi szinten gyakorlatilag minden oldalúan megközelíti az emberi életet. Körbe tudom járni. Igazából rengeteg mindent tanultam. Én tanultam NLP-t, gyakorlatilag én asztrológus vagyok, buddhista főiskolán végeztem asztrológusként, tanultam tehát numerológiát, taró szimbolikát, tehát nagyon-nagyon sok mindent tanultam, és rá kellett jönnöm, hogy igazából ez az a tudás, amit ott megszereztem, az az enyém, amit időnként használok, időnként. Viszont a segítő munkába igazából a kineziológia az, ami bármit, tehát körbe tudom járni a problémát. Most képzeld el azt, hogy energetikailag körbe tudom járni, képesség szintén körbe tudom járni, érzelmi szinten, és hát most a legújabb, hogy az agyba bele tudok menni, korlátokat föl tudok robbantani, át tudok programozni. Tehát én azt hiszem, hogy ennyire komplexen, ilyen mélyen, tehát mélységében és ilyen komplexitásában, és itt nem egy kineziológia ágról beszélek természetesen, hiszen hallottátok, hogy itt többet összefogtam, mérhetetlen mélyen lehet dolgozni. De van sportkineziológia, ami kimondottan a sportolókkal foglalkozik, én is tanultam, de ez nem az én műfajom. Tehát én nem dolgozom vele, de szenzációs. Egy olyan kollégától tanultunk, aki a francia tornász válogatottal dolgozik folyamatosan. Tehát sportkineziológia is van,
tehát ezzel is lehet foglalkozni. Van a hipertonix, ami a görcsös izmokról szól, vagy a biokineziológia, ami szintén részben a görcsös izmok, részben meg a renyhe izmokat hozza helyre. Tehát testi szinten, ezek testi szinten dolgoznak. A testi munka nem igazán az én műfajom, de hallgatóim, kollégáimnak hoztam be ilyen tanfolyamokat Magyarországra, mert úgy gondoltam, hogy nagyon fontos. És van, aki ezekkel is dolgozik, és hallatlanul jó eredményeket lehet elérni. Tehát agy, tehát neurológia, test, lélek, minden felel. Mindent felelel, igen. És egy kérdés még csak, hogyha valaki csak annyit szeretne, tehát úgy szeretné megtanulni, nem mint szakmát, csak saját magát, hogy segítsen, mennyi idő? Tehát hány tanfolyamon kell? Vagy ez... Változó. Én azt szoktam mondani, hogy ez mindenkinek magának kell érezni. Tehát aki rákattam, akkor ezzel nem lehet abba hagyni. Tehát ebből lesz az élethosszig tartó tanulás. Nem tudok időt mondani. Azért nem tudok, mert ha tanfolyamok, akkor ő választja meg a tanfolyam intenzitását, hogy milyen intenzitással, mennyi idő alatt akar tovább lépni. Mit tudom, én most azt mondom, hogy Oroszországban elkezdtem tanítani a Touch for Health-et, gyakorlatilag egy olyan 3/4 év alatt vittük végig az összes Touch for Health tanfolyamot. Elkezdtem tanítani az edukineziológiát, most lesz oktatói tanfolyam márciusban, és elkezdtük egy éve körülbelül. De ezek az adott országnak, vagy az adott embereknek, az adott csoportnak a tempójától függ. Meg hogy mi a célja? Tehát azt gondolom, hogyha valaki csak önmagát akarja rendbe hozni, nagyon erre a legalkalmasabb a van brain, tehát az van koncepció, ami az érzelmekkel dolgozik. De bizony azt mondom, hogy a Touch for Health nélkül nehézkes lesz a dolgok megértése. De bizony jó az, ha a korlátozó rendszereket is át tudom programozni. Hát az se baj, ha a tanulási képességeim jobbak lesznek. Érted? Tehát igazából nem tudok időpontot mondani, nem tudom azt mondani, hogy kinek mennyi elég, kinek mennyire van szüksége. Ezek teljesen egyéniek. A másik az, hogy én azt gondolom, hogy elég sok erőszakot követnek el rajtunk. Párok, meg mi követünk másokon, a gyerekeinken. Igazából azt hiszem, hogy én nagyon sokat tanultam, de ezt nagyon, hogy én nem követek el erőszakot, sem magamon, sem máson. Mindenkinek a saját élete a saját kezébe van, saját döntéseket kell hozni. És ez a létező legfontosabb, hogy vegye kezébe a saját életének az irányítását. Okay. És akkor innentől kezdve lesz egy sokkal szebb, vidámabb, boldogabb lehetőség. Így van. És még az egy utolsó kérdés, hogy tudnak téged megtalálni, hol jelentkezhetnek neked, mit szeretsz telefonon, e-mailbe, Facebookon? A telefont kevésbé szeretem, mert ha dolgozom, akkor ugye nem tudok beszélni. Facebookon meg lehet engem találni, van egy e-mail címem, örömmel várom az e-maileket, kovzsukukac@gmail.hu, nagyon egyszerű. Igazából, tehát Facebook, e-mail. Én nagyon szívesen megyek külföldre is, tehát hogyha tanulásról van szó, vagy sok emberről van szó, most itt akár így félszinten, én nagyon szívesen járom a környező országot. Alapvetően ugye Ukrajnában voltam tárgyalás alatt, ez most a jelenlegi ukrán politikai helyzet miatt egy kicsit tolódott ez a történet. Én imádok utazni, Ausztriába is tartok tanfolyamot, tehát én nagyon szívesen elmegyek, ha nem Magyarországról van szó, elmegyek külföldre is. Magyarországon meg én általában Pesten tartom a tanfolyamaimat,
de ha összeszerveződik egy csoport bárhol az országba, akkor nagyon szívesen elmegyek. Van, volt Debrecenbe csoportom, Pécsen csoportom, tehát Szegeden csoportom. Igazából azt gondolom, hogy az én küldetésem az, hogy minél többen találkozzanak a kineziológiával, minél többen ismerjék meg, használják önmagukra, az önmaguk egészségére és a környezetük egészségére, hiszen a mi változásunk az meghozza a környezetünk változását is. Nagyon szépen köszönjük neked, Zsuzsanna! Közben az elérhetőségeidet Lúcia kitette a chat falra. Igen, igen, a nézőknek is nagyon kellemes volt, és nagyon tetszett, hogy itt voltál. Ez a sok egyes és nulla, ez a tapsot jelenti a nézők részéről. Hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk. Köszönöm, nagyon Zsuzsa. Nagyon szépen köszönöm, és a szívembe vagytok mindannyian. Köszönöm szépen. Te is nekünk, köszönjük. Nézőknek is nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Viszlát!